Következő feladat. Van 2 csoki tojás, 2 nyuszi figura és 1 kinder tojás. És a kísérletünk az az lesz, hogy ezek közül véletlenszerűen választunk egyet, kapunk egyet. Hát látjuk azt, hogy vége sok kimenete van a kísérletnek, és mivel véletlenszerűen kapunk egy dolgot, ezért mindegyik kimenetnek azonos az esélye, tehát a valószínűségét úgy fogom számolni, hogy kedvező esetek számát osztom az összes esetek számával. Első kérdés, határozzuk meg annak az eseménynek a valószínűségét, hogy kinder tojást kapunk. Látjuk azt, hogy egyféleképpen tudunk adni kinder tojást, hiszen egy van a nyuszinál, és az összes eset pedig 5, akárnak a valószínűsége 1/5. Következő kérdés, az az esemény, hogy nyuszi figurát kap, ennek az eseménynek a valószínűségét a következőképpen határozzuk meg. Látjuk, hogy kétféleképpen tud kapni nyuszi figurát, hiszen összesen 2 van, az összes eset pedig továbbra is 5, így ennek az eseménynek a valószínűsége 2/5. C kérdés, csoki tojás kap. Látjuk, hogy 2 csoki tojás van, igen ám, de a kinder tojás is csoki tojás, így itt a kedvező esetek száma az 3, az összes eset pedig 5, így ennek a valószínűsége 3/5. Végül pedig annak az eseménynek a valószínűségét határozzuk meg, hogy Barbie figurát kap. Hát látjuk, hogy nincsen Barbie figura, így ezt 0 féleképpen tud kapni, az összes eset pedig továbbra is 5, ez egy lehetetlen esemény, neki a valószínűsége 0.